A magyar határtól néhány száz méternyire a Dékán család zavartalanul nézheti a magyarországi televízió adókat. Hónapokkal ezelőtt beszerezték a beltéri set-top boxot, vagyis a beltéri vevőegységet. Még idejében sikerült beszerezni egy set-top boxot, és idejében át is álltunk. Aztán jött a meglepetés, ugye a kellemes meglepetés, hogy visszatérítik ezt a pénzt, amit kiadtunk érte. Eddig zavartalanul nézte a legfontosabb magyarországi televíziós csatornákat. Földfelszíni antennával? Aztán egyik napról a másikra a képernyőről eltűntek a kedvenc csatornái. Józsa László, a Szekeres László Alapítvány kuratóriumi elnöke a Híradónak elmondta, hogy egy rövid időre, május 7-éig újra megnyílt a pályázás lehetősége azok számára, akik továbbra is hagyományos vevőrendszeren keresztül kívánják a műsorokat fogni, és nem rendelkeznek kábel, illetve műholdas csatlakozással. Bárhol, akár Magyarországon, akár Szerbiában, akár külföldön beszerzett eszköz után, lehetőség van arra, hogy mindenki pályázzon innen a Vajdaságból, keresse meg a Szekeres László Alapítvány elérhetőségeit, ismerkedjék meg a pályázati feltételekkel, és ha május 7-éig sikerül benyújtani a pályázatát, akkor legalábbis a költségek egy része tekintetében segítségére tudunk lenni azzal, hogy visszaszármaztatunk egy bizonyos összeget. Amennyiben a vevőegység ára nem éri el a támogatás felső határát, a pályázók csupán a kifizetett összeget kérhetik vissza. Józsa László szerint nem éri meg olcsó, gyenge minőségű egységet vásárolni, mivel a megszerezhető támogatás a jóval komolyabb és tartósabb set-top boxot árát is teljes egészében vagy lényeges mértékben lefedi. A legmagasabb visszakérhető összeg 5700 dinár.